So, idő. Erről kellene beszélnünk. A British Museum lépcsőjén vagyok most, ami lehet, hogy egy elhibázott döntés volt, hiszen tömeg van. Ahogy régen, amikor intenzív osztályon dolgoztam, és egy-egy éjszakás műszakban így tömegével érkeztek a betegek, vagy korábban a baleseti intézetben a mentők, ahogy mondani szoktuk, akkor felmerült bennünk többször, hogy vajon a fényre jönnek-e. Nem kellene lekapcsolni a villanyt, hogy kiírni azt, hogy leltár miatt zárva. Régi boldog szép idők. Tehát időről van szó. Nem tudom, hogy másnál ez hogyan működik, de amikor múzeumban járok, pláne hogyha egy idegen országban, vagy egy idegen városban, akkor hajlamos vagyok elolvasván a kísérő szöveget, meghalván azt, amit az idegenvezető vagy a tárlatvezető mond, úgy értelmezni a kiállítást, hogy azt, amit látok, mint aminek tálalják nekünk. De ezt jelenti csak? Mert így ebben a formában, ott és akkor ez csak információ, nem is adat, csak információ, de nem ismeret. Az ismeret, mint olyan, megkívánja azt, hogy valamilyen kapcsolatba kerüljek ezzel az információval, hogy dolgozzam vele, hogy más szemszögből is sikerüljön azzal kapcsolatot teremtenem, azt megértenem, összehasonlításokat tenni vele az életembe, valahogyan az életem történetébe, a narratívába, akár legyen az múltbéli, jelenbéli vagy jövőbéli, sikerüljön belefűzni. A múzeum, minden múzeum szerintem az időről szól. Most már. Mi több, a múzeum jelentése, funkciója, célja, szándéka is jelentősen megváltozott. Arra hívok fel tehát mindenkit, hogy látogasson el múzeumokba, kiállításokba. Azokba is, azokra a helyekre is, amelyeket már látott. A közelmúltban sikerült Magyarországon járni, mi több nem csak Magyarországon, hanem Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban is ez mellett. És ezen alkalmakkor olyan helyekre is eljutnom, amelyeket nagyon régen nem láttam. 40 éve, közel 40 éve láttam utoljára, mint például Sátorhelyen a Mohácsi csata emlékműben, amely azóta kibővült. És mi több? Van egy nagyon szokatlan, de érdekes házi asszonya, ura, nem is tudom, házi gazdája a helynek. Ez pedig egy macska, egy kedves macska, akit kiraktak az autóból, és akit az emlékhely, a múzeum dolgozói gondozásukba vettek. Ez a macska üdvözölt bennünket, és végkísért Melindát és engem a kiállításra, ennek az új koronát lánzó, vagy annak az alakjára emlékeztető épületben. A Sátorhelyen, a Mohácsi csata emlékhely. Idő. Van mit tanulnunk a történelemből, a sajátunkból is, és van mit máshol értenünk belőle. Nagyon sok mindent a török hódoltság idejéről, a szigetvári veszedelem, a szigeti veszedelem, Zrínyi korából, illetve a Mohácsi vészből másként és máshogy sikerült most, 49 évesen megértenem. Ezért fontos ez mindegyik számára. És amit a mellékelt ábra mutatja, akinek kell a korlát, mert hogy a korlátnál vagyok, azok közül van olyan, persze turista, nem brit, véletlenül sem egy brit, aki kérendősző. Mert figyelemmel van a másikra, nem ignorálja azt. Vajon itt Britanniában valaha eljutunk eddig, hiszen már évszázadok óta megy az ignorancia, az egymás gyilkolása, az exkluzióval való működés, amit csak azért lehetett ennyire hosszú ideig húzni, mert valami mindig elfette, valamivel mindig sikerült hazudni magunknak, hogy ez így jó. De nem az. Kimenetel szempontjából nem tudom, hogy jobb-e vagy rosszabb, de mindenképpen szükségtelen szenvedést, nehézségeket és egy sokkal rosszabb életélményt okoz mindenkinek, férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, öregeknek.
egyaránt. Idő. Ismerjük meg jobban a saját időnket, azt, amit már túléltünk, azt is, hogy még plauzibilisebb és még igazságűbb, egyformán valid és alternatív magyarázatunk is legyen. Miért? Hogy amikor az életünknek több mint a felénél egy ilyen krízis helyzet alakul ki, hogy dolgok egyszerűen nem adódnak össze, nem működnek, mint az én életemben is, akkor ne legyen másoknak túl késő úgy, hogy az én életemben az lett, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Melinda jól fog tudni kikerülni az egészből. Nagyon nagyon sajnálom. Azért jelentős részt ebben az én tudatosságom is benne volt, és valószínűleg most is benne. Nagyon sajnálom. Őszintén. Jó napot kívánok, 2023. május 23. A Budapest Múzeumban. Én is végül a gondolom.